a felhajtó erő, arkimédészi hengerpár. Arkimédészi hengerpárnak hívjuk egy egymásba illő hengerből álló eszközt, ami egy tömör hengerből és egy üreges hengerből áll. Ezt a két hengert egymásba tudjuk akasztani, és egy rugós erőmérő segítségével meg tudjuk mérni, egy 1 newtonos rugós erőmérő segítségével le tudjuk olvasni az erőt az erőmérőről. Felhajtó erőt azt úgy mérhetünk, hogy egy nagyobb mérőhengerbe vizet töltünk, majd az arkimédészi hengerpárt egymásba akasztva, rugós erőmérőre függesztve a tömör hengert belelógatjuk a víz alá, és most újra leolvashatjuk, hogy mekkora erőt mutat a rugós erőmérő. Miután ezt lejegyeztük a munkafüzetünkbe, ezután a felső hengerbe, az üreges hengerbe töltsünk vizet. És újra olvassuk le, hogy mekkora erőt mutat a rugós erőmérő. Láthatjuk, hogy a két érték az megegyezik egymással. Ezután ezt a kísérletet étolaj segítségével is meg fogjuk ismételni. Most a mérőhengerbe étolajat töltünk. A hengerpárt ráakasszuk a rugós erőmérőre, és belemerítjük az étolajba. Olvassuk le a kapott értéket, jegyezzük fel a munkafüzetünkbe. Ezután szintén teletöltjük a felső üreges hengert étolajjal. Újra olvassuk le az értéket, jegyezzük fel a munkafüzetünkbe, és hasonlítsuk össze a víznek és az étolajnak a felhajtó erejét.